Bemutatta országgyűlési képviselőjelöltjeit a Mi Hazánk mozgalom. A szolnoki sajtótájékoztatón részt vett Pakuza Zoltán, a párt alelnöke, aki elmondta, minden körzetben indítanak jelöltet, mert az a céljuk, hogy megdöntsék a Fidesz és a liberális baloldal 30 éves uralkodását. Erről és jelöltjük bemutatásáról szól a heti nézőpont. Köszöntöm nézőinket, a nézőpontot, a Jászsági Hírháttér magazint láthatják. Az elmúlt hetekben a jászsági politikai közélet is már arról szólt, hogy ki hogyan készül a 2022-es országgyűlési választás, és egyre több országgyűlési képviselő jelölt nevét ismerhettük meg. Ezekben a hírekben érdekesség volt, hogy a Mi Hazánk mozgalom is bejelentette, hogy az ország összes, tehát 106 egyéni választó kerületében mindenhol indít jelöltet. Így egy megyeszékhelyen történt sajtótájékoztatón megismerhettük a jászsági jelöltet is. Mutatom, ki ő, kivel fogunk beszélgetni. Vendégünk tőzsgyökeres Jász Berényi. Itt született, itt alapított családot és itt tervezi jövőjét is. 2011 óta Jász Berény mezőőre, de már előtte is vagyonvédelemmel foglalkozott, ezzel párhuzamosan egyéni vállalkozó. A közéletben évek óta jelen van, a Jász Berényi polgárőrségben végzett munkája mellett ő alapította a Mi Hazánk mozgalom Jász Berényi alapszervezetét. A 2019-es választói akarat alapján közel egy éve listás képviselője a Jász Berényi képviselőtestületnek. Sportrajongó, aki továbbra is fenntartja, hogy pártja képviseli azt a nemzeti politikát, mely a harmadik választási alternatíva hazánkban. A nézőpont vendége Dobrány Gyula, önkormányzati képviselő. Képviselő úr, képviselő jelölt úr, köszönöm, hogy befáradt hozzánk. Én köszönöm a lehetőséget. Üdvözlök. Novemberben járt nálunk, ha minden igaz. Emlékszik még, hogy milyen visszhangja volt a beszélgetésünknek? Voltak vélemények, mert azért voltak hát erős mondatai, hogy így mondjam. Szerintem őszinte mondataim voltak, nem erősek. Ezt el kell fogadni az embereknek. Van, aki ezt elfogadja, van, akinek tetszik. Persze vannak olyanok, akiknek bármit mondok, soha nem fog tetszeni, mert ő nekik megvan a véleményük, ők egy másik politikai nézetet vallanak. Ezt el kell fogadni. Eltelt jó pár hónap, itt 5-6 hónapról beszélgetünk, amióta ugye a veszélyhelyzet gyakorlatilag újra visszatért a második, majd sajnos idén a harmadik hullámot. Kihagyhatatlan a beszélgetésünk, hogy ne egy rövid ideig ne beszélgessünk a pandémiáról. Ön mit gondol, hogyan kezelte akár az ország, tehát itt a Mi Hazánk szemüvegén keresztül is kérdezhetném, az ország hogyan kezelte a pandémia helyzetet, és helyben milyen pandémia kezelést, milyen járványkezelést látott? Országos szinten szerintem több hibát elkövettek. Például Mi Hazánk mozgalom az nem zárt volna ilyen szinten, hiszen hogyha végig gondoljuk ezt a dolgot, hogyha mondjuk egy üzlethelységet nem reggel 6-tól este 8-ig tartunk nyitva, hanem mondjuk inkább pontosan arra kérjük az üzemeltetőt, hogy non-stop 24 órába tartsa nyitva, akkor nem összezsúfoljuk a tömeget, hanem pontosan, hogy széthúzzuk, kevesebb ember találkozik egymással. Ha már a pandémiáról beszélgettünk, akkor nem tudom, hogy megkapta már az oltást, vagy mit gondol arról, hogy itt azért az elmúlt hetekben azt hallottuk, hogy akár 4-5-6-8 oltóponton is ment Jász Berényben az oltás, és Hevestől egyébként még néha Pest megyéből is ideérkeztek az emberek. Szóval mindenhol egyébként az országban megfeszítetten oltottak. Hogy áll ön az oltással, vagy mit lát, mennyire ment ez gördülékenyen? Igen, én is megkaptam már az első oltást. Miért kapott? Sputnik. Aha. Én úgy gondolom, hogy ez egy hatásos vakcina lesz. Le a kalappal az egészségügyi dolgozók előtt. Tehát amit én láttam, amikor bementem a kórházba a kettes oltópontra, az csak dicséretes, ez csak dicsérni lehet. Minden tiszteletem azokért az embereké, akik ebben részt vesznek. Ez így gondolom országosan. Helyben mit tapasztalt? Mennyire volt, nem tudom, a helyi járványügyi kezelés, a korábbi krízischoport, önkormányzati ötletek, támogatások? Mi történt az elmúlt fél évben, ami önnek mondjuk a pozitív a mérleg egyik oldalában, vagy mi az, ami nem tetszett, vagy amit hiányolt a mérleg másik oldalán? Én így külső szemmel azt látom, hogy a krízischoport, aki még tavasszal, vagy az előző hullámnál még nagyon aktív volt, most egy picit talán visszavette, és ez egy kritika is feléjük, de ezt teljesen meg kell érteni, hát mindenkinek van munkahelye,
családja, egyéb teendője, úgyhogy szerintem ők egy kicsit kevesebbet adtak bele. A hivatal felől igazából a kötelező dolgokat ugye megtették, létrehoztak most is egy számlaszámot, hogy lehet támogatni. Ezzel mennyire ért egyet egyébként? Az az igazság, hogy az előző számlaszámnál én utaltam arra, nem, tehát egy havi tiszteletdíjamat átutaltam, és azt láttam, hogy ezt igazából csak a képviselők fele teszi meg. Hát ugye a Fidesz frakció fölajánlotta az első Így van, és a baloldal, aki ezt létrehozta, az viszont egy forinttal nem támogatta. Pontosabban ez így nem igaz, mert állítólag a mostani vetélytársam, dr. Gedei, az valamennyit utalt erre a dologra, de például a polgármestertől nem hallottam, hogy egyetlen egy forintot is utalt volna. Tehát nem csak promózni kell ezeket a dolgokat, hanem támogatni is kell ezeket. Mégis érkeztünk egyébként a helyi belpolitikához, így egy rövid ugrással. Ugye már említett néhány politikai szereplőt, illetve hát nem sokat változott azóta, amióta beszéltünk a jobb baloldal egymáshoz közeledése, viszont ugye volt egy egyértelmű helyzet a veszélyhelyzet idején, hogy a polgármester dönt. Mielőtt ebbe belemennénk, mit gondol, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a mostanában meghozott döntések mennyire szolgálták Jász Berény érdekeit? Szerintem számos olyan döntést hozott, ami nem szolgálta Jász Berény érdekét. Ezek, példát mondani? Ezek főleg a nagyobb beruházásokkal kapcsolatos dolgok, tehát például a piacra ki lehet külön térni, ahol egy 50 millió forintos tartozásból a polgármester rossz döntése miatt valószínű, hogy 58-60 millió forintot kell majd kifizetni, és ugye ez, hogyha megnézzük ezt a dolgot, tehát egy nagyon érdekes, mert ő ugyan azt mondja, hogy ezt nem kell kifizetni a városnak az egyik szavával, a háttérben pedig az államtól igényel rá plusz keretösszeget, tehát most akkor hogy is van ez? A legutóbbi beszélgetésünknél azért mondtam, hogy erős mondatokat mondott, mert ugye akkor baloldalinak nevezte Jász Berény város polgármesterét, Budai Lóránt. Most viszont volt nem régen egy videója, amire egy kicsit majd vissza fogunk térni, most pedig liberálisnak nevezte a polgármesterünket. Egyébként ő a napokban közzétette, hogy az elmúlt fél évben napról napra mit tett. Olvasta, látta ezt a listát, vagy ezt az összefoglalót, hogy hogyan végezte a munkáját, hogyan döntött, hogyan tájékoztatta a lakosságot az elmúlt fél évben? Én úgy gondolom, hogy a polgármesterünknek talán a következő munkahelye az egy olyan cégnél lesz, aki reklámokat készít, hiszen mindent nagyon szépen el tud adni. Nem vagyok benne biztos, hogy minden ember most már megeszi azt, amit mond. Tehát a háttérben egészen más zajlik, mint amit ő közvetít az emberek felé. Tehát itt erős marketinget lát? Vagy így van, így van. Csak szeretném megérteni, hogy mire gondol. Itt még mindig az a kampányüzemmód folyik nála, ami egy évvel vagy két évvel ezelőtt folyt, semmi nem változott. Nagyon jó ebben, tehát ezt el kell ismerni, hogy ő bármit el tud adni, csak nem biztos, hogy az emberek a végtelenségig vevők lesznek rá. Korábban kérdeztem, hogy változott-e a személyes kapcsolatuk, hiszen ugye most is a beszélgetésünkben többször felhozta, és egyébként is érezhető még mindig, hogy önök között van egyfajta személyes feszültség. Ez változott bármit is? Mozdult jött ennyit is jobbra-balra bármilyen irányba? Vagy jobb vagy rosszabb irányba? Mitől változott volna? Tehát én úgy gondolom, hogy a közeledéstől nem tudom, vagy bármit. Én a választásokkor neki baráti jobbot nyújtottam. Ezt úgy gondolom, hogy senki nem vitathatja, hiszen a jelenlegi önkormányzat felállását én segítettem. Ő ezzel ellentétben, ahol tud, ott megpróbál belém harapni. Hát ez így nem fog változást okozni. Ez azt jelenti, hogy amiről korábban beszéltünk, ezek a munkahelyi problémák, vagy ezek a pressziók, amik önbevallása szerint érik nap, mint nap, ezek akkor nem hagytak alább? Semmiben nem hagytak alább, de ugye azt azért látni kell, hogy először engem kért fel arra, hogy legyek a mezőrség csoportvezetője, majd amikor én azt mondtam, hogy köszönöm, akkor itt ennek vége van, akkor felkért egy másik munkatársamat, aki hetekkel ezelőtt bement az irodájába és közölte vele, hogy köszöni szépen, nem kívánja tovább végezni ezt a munkát.
Ez szerintem azt mutatja, hogyha már két ember nem tud vele együtt dolgozni, akkor nem biztos, hogy velem van a probléma. Mert nagyok az elvárások, vagy... Szerintem olyan elvárások vannak, amiket épeszű ember nem teljesít. Mondaná példát? Hát mondjuk én beszélgettem személyesen a kollégámmal, és neki az a meglátás, hogy szerinte olyanokat vártak el tőle, amiket ő nem tud megtenni. Például? Mondjuk nem fog tudni rólam jelenteni hazug, igaztalan dolgokat. Most csak ezt azért kérdezem, hiszen egy-két hónappal ezelőtt megjelentetett egy videót a saját közösségi oldalán. Most ebből látunk majd egy részletet, hát ez is azt támasztja alá, hogy nincs minden rendben a ön és a polgármester között. A mezőr autóban egy GPS-es megfigyelő rendszert telepítettek be. Mindezt tették úgy, hogy előtte ugyan egy adatvédelmi tájékoztatót elküldtek számunkra megnézni, de olyan dolgokat tartalmazott, ami egy laikusnak is kiveri a biztosítékot, hiszen tartalmazta, hogy az autó belső terében kép- és hangrögzítést kívánnak végezni. Ezt a GPS-es megfigyelő rendszert úgy tették bele az autóba, hogy minket végül is nem tájékoztattak róla, hogy ez üzemel. És ami furcsaság ebben az egészben az, hogy a liberális polgármesterünk barátja, a Bobák Zsolt jobbikos képviselő kapta meg azt a lehetőséget, hogy figyelje ezt a rendszert. Azt azért hozzá kell, hogy tegyem, hogy a barátjának a polgármester több százezer forintért, tehát havi több százezer forintért egy megbízási szerződést biztosít, hogy ezzel a megélhetését próbálja javítani. A polgármester a mezőröket üzemanyaglopással vádolta meg zárt ajtókon belül. Kikérem magamnak, kikérem a társaim nevében ezt a rágalmat a polgármester felől. Mi lett ebből az ügyből végül? Mesélne? Szóval, hogy sikerült ezt kibogozni, vagy a videó megjelenése után pontot tettek ennek a végére? Igen, itt gondolom az üzemanyag és akkumulátor lopásról beszélünk. Hát a következő van. Mielőtt ezzel megvádolták a mezőrséget, előtte azért nem ártott volna oda menni, felnyitni a motorháztetőt, megtörölgetni egy kicsit az akkumulátort, és az akkumulátoron található gyári számot beazonosítani, és az egyből kidobta, azt utólag elvégezték, hogy az az akkumulátor van benne, amit hónapokkal ezelőtt vettek bele, annyi, hogy piszkos poros volt az akkumulátor, mivel hogy ez külterületen üzemel ez az autó. Ez teljesen természetes. Az üzemanyaglopásnál pedig hát a saját fegyverük fordult ellenük, ugyanis a vádak alapján a mezőrök tekerték a kilométer órát, viszont hogyha az általuk beszerelt GPS és a kilométer óra méterre pontosan megegyezik, akkor miről beszélünk? Uh-huh. Tehát akkor nem lett feljelentés. Dehogy lett feljelentés, uh-huh. Tehát ez egy rágalom volt, amit szépen elsimítottak. Uh-huh. Ön azt is mondta, hogy talán a politikai ambíciói miatt próbálják ellehetetleníteni. Ezt még továbbra is tartja? Véleményem szerint ez így van. Uh-huh. Ugye azért kérdezem, hogy nemrégen Szolnokon volt egy sajtótájékoztató, ahol a Mi Hazánk Mozgalom a megyei jelölteket bemutatta, és hát ön az egyik jelölt, úgyhogy ebből a rövid sajtótájékoztatóból most megnézzünk egy részletet. A Mi Hazánk Mozgalom mind a 106 körzetben jelöltet kíván állítani. A párt alelnöke szerint 2022-ben két út közül választhatnak a szavazók, vagy az elmúlt 30 évre jellemző politikai váltógazdálkodásra, vagy egy tisztán jobboldali pártra, a Mi Hazánkra teszik a voksukat. Bemutatták az 1-es és 2-es számú egyéni választókerület országgyűlési képviselőjelöltjeit. A 2-es számú választókerületben Dobrán Gyulát indítja a párt. Jobboldali eszméket tovább kell vinni, hiszen mindenki látja, hogy a Jobbik az beállt a baloldali tömbbe, így meg is szűnt az a csapat, aki tovább vitte volna ezt a dolgot. Mindenképp szeretném, hogy egy olyan irányvonal legyen tovább víve, ami a magyarságot, a nemzeti érzelmeket képviseli. Az a kezdeném, hogy Dobrán Gyula a Fidesz KDNP jelöltje? Ugye érti, hogy mire gondolok? Persze. Tehát úgy gondolom, hogy
hogy ez egyszerűen nevetséges. Tehát én teljes mértékben elhatárolódom a Fidesztől. Én azt hittem első körben, hogy ez egy baki volt a tévé felől, aztán felhívták a figyelmemet, hogy nem. Igen, csak hogy a nézők is értsék, a Szolnok Televízió riportján az első verzióban ugye ez jelent meg kiírás. Így van. Kiírták a nevem mellé, hogy Fidesz KDNP, Mi Hazánk Mozgalom jelöltje. Én azt hittem akkor, hogy ez egy baki a tévétől. Aztán utána elmondták, hogy hát Vona Gábornak a keresztfia köthető ehhez a dologhoz, tehát tudni kell, hogy jobbikos háttér. Ebben a baloldali összefogásban úgy néz ki, hogy az aljaskodás az a Jobbiknak lett kiosztva. Uh-huh. Az ellenfelei azt mondják, hogy gyakorlatilag ez az indulása csak Pócs János segíti. Azt segíti, hogy amennyit elvesz az ellenfelektől szavazatot, annyival is nagyobb előnyhöz jut. Én úgy gondolom, hogy ez nem igaz. Tehát a mi célunk Pócs János leváltani. Itt kell egy alternatívát mutatni az embereknek, mit választanak. Választanak egy nemzeti érzelmű csapatot, a Mi Hazánk Mozgalmat, vagy választanak egy elvek nélküli összefogást, ahol semmi más nem számít, csak a pozíciók, a pénz. Mi volt a saját célja az indulással? Tehát itt arra gondolok, hogy nyilván van egyfajta elvárás a pártban ön felé, hiszen itt ön alapította a helyi vagy a jársági csoportot, vagy a Jászberényi csoportot. Nyilván azért van feladata, ha csak azt nézem, hogy önkormányzati képviselő. Van elvárás ön felé, vagy ez csak egy saját személyes ambíció volt, hogy megméretteti magát? Én úgy gondolom, hogy ebből is és abból is van benne, tehát természetesen, hogyha valaki beáll egy pártba, akkor azzal szembe lehetnek elvárások. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy meg kell tenni mindent a jásságért, és ezt a baloldal soha nem fogja megtenni. És ezért is indultam el, hogy legyen egy ilyen alternatíva, aki talán a jásságért szeretne valóban tenni. Hogy kell felépíteni egy jobboldali, egy nyíltan nemzeti érzelmű jobboldali programot? Mi az alapja? Én nekem a programom az igazság szerint a gazdaságra és a közbiztonságra fog épülni. Tehát én most olyan dologról fogok önnek beszélni, amiről más még nem beszélt, ugyanakkor véleményem szerint 2 hét múlva ezzel fognak kampányolni. Mindenképp be kell kapcsolni Magyarország vérkeringésébe Jászberényt. Tehát itt a vállalkozások azért nem jelennek be meg még nagyobb számmal, mert nagyon messze van hozzánk az autópálya. Persze voltak már ezzel kapcsolatban elgondolások, hogy megyei jogú város lesz Jászberény, és akkor be lehet kapcsolni, de én úgy gondolom, hogy ez nem kötött ehhez. Viszont, hogyha megnézzük a baloldalnak a, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg ezeket a gondolatait, hogy repteret Jászberénynek. Könyörgöm, nem reptérre van itt szükség. Hát kit szolgálna ki a reptér? Kiszolgálna 2-3 milliárdos embert, aki ide-oda tudna majd repkedni itt? Nem. Itt egy gyorsforgalmi útra van szükség, ami Jászberényt közvetlen az M3-assal összeköti. Bocsánat, meg kell, hogy állítsam, nem ön mondja ezt először. Pócs János elmondta korábban, hogy egy 2x2-sávos gyorsforgalmi tervez a Fidesz. Hú, így legyen. Tehát akkor én ebből kimaradtam, de akkor ez így legyen. Tehát ez legyen meg. Sőt, bocsánat, csak annyi, hogy még egy olyan, hogy is mondjam, infrastruktúrális, most ez mennyire volt médiahack, az egy megint más kérdés, de azt is hallottuk már pár hónappal ezelőtt az elkelő építése kapcsán, hogy Budapest és Jászberény között pedig közvetlen vasútvonalat szeretne szintén a Fidesz. Nyilván ezt csak azért mondom, hogy ugye azt említette, hogy ebben még senki nem gondolkodott. Amúgy igen. Igazság szerint véleményem az, hogy tehát erre a vasútvonalra nem biztos, hogy szükség van, uh-huh. Ugyanakkor egy 4-sávos gyorsforgalmi útra szükség van, igenis, mert ez vállalkozásokat telepítene ide le Jászberénybe, és ezzel Jászberény előre haladna. Uh-huh. Azt mondta, hogy a másik a közbiztonság. Most én is felírtam magamnak egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen fontossági sorrendet, hogy közbiztonság, vidékfejlesztés, infrastruktúra, oktatás, egészségügy, hogy ebben mi a sorrend, de akkor ezt meg is határoztuk, hogy a gazdaság és a közbiztonság van az első, tehát hogy ott a polpozíció környékén. Így van. Tehát nézzük meg, miről beszéltem én választások után. Uh-huh. Fejlesztjük Jászberénybe a kamerarendszert. Mi történt? Semmi.
Hát ebben nincs beleszólása, hogy nem tudom, azért nyilván volt közbiztonsági tanácsok, azt is mondta, hogy ebben a pozícióban a tud tovább dolgozni, vagy legalábbis pozíció nélkül, de megteszi, amit tehet. Nem lehet oda menni, kopogtatni, mondogatni? Én ezt minden fórumon elmondom, amikor lehetőségem van rá, semmi nem történik. Pontosabban most már kezdik érezni, hogy itt nagy lesz a baj. Ezért is a napokban láttam, hogy megjelent egy szórólap, ahol már a külföldi munkaerőt is megszólították, tehát nem csak magyar nyelven íródott ez. Nem tudom, hogy miért kell megvárni, hogy nagyobb baj legyen. Miért nem lehet ezt megelőzni? Mert baj van egyébként Jászbén közbiztonságával? Az, az. Nagyon sokan panaszkodnak. Mire? Főleg az ukrán munkásokra, amikor végeznek a munkával, és nem tudnak mit csinálni a szálláson, akkor alkoholt fogyasztanak, az utcán probléma van belőle, volt már ebből törött alcsont vagy orcsont, meddig fog ez elmenni? Tehát kérdezem, de én úgy tudom, hogy ők igazából a saját berkeikben követik el többségében azt, amit elkövetnek, tehát hogyha balhéznak, vagy hogyha bármi történik. Nem, van ennek már Jászberényi áldozata is. Sajnos. Hogyan lehet ezt megoldani? Én úgy gondolom, hogy visszatérnék a kamerarendszer fejlesztésére. De annak van annyi visszatartó ereje? Van. Nagyon sok visszatartó ereje van. Tehát azért, amikor józan állapotban elmegy többször, és látja, hogy ott a kamera, akkor lehet, hogy beugrik neki akkor is, amikor részegen esetleg garázdálkodik, hogy engem így könnyebben elő tudnak venni. Jászberényi egy csomó helyén van egyébként kamera. Erre van már olyan precedens, hogy ez alapján sikerül beazonosítani, elkapni, vagy ennek a hatásfoka olyan, amilyen, tehát hogy jó? Én tudomásom szerint már több elkövetőt sikerült elfogni. Most tegyük félre, hogy ez most ukrán vagy magyar elkövető volt, de itt a kerékpártolvajtól kezdve mások bűncselekményekbe is fel tudták használni ezeket a kamerafelvételeket. Olvastam önnel egy cikket, nyilván ott is előhozta, hogy ez a magyar tudat, magyarság tudat, ez nagyon fontos lenne. Ez hogyan képzeli, vagy ez hogyan lehet beleszülni egyáltalán egy országgyűlési képviselői programba? Nézze, én Jásznak születtem, és szeretném, hogyha az unokáim is Jásznak születnének. Gyakorlatilag, hogyha engedjük a baloldalnak az előretörését, hogyha itt lesz egy esetleges baloldali kormányváltás, akkor nézzük meg, hogy a helyi jelölt az, hogy áll ezekhez a dolgokhoz. Ő nyíltan bevándorláspárti. Gedei József többször kimondta, hogy már pedig a Jászságba nyugodtan jöhetnek a migránsok. Én ezt nem tudom támogatni. Tehát ide sem afgán, sem afrikai, de ukrán származású emberek nincs szükség. Nincs. Jászok vagyunk, ez a mi földünk. Mit tud a jelöltekről, azokra a jelöltekről, akik az ellenfelei lesznek majd 22-ben? Ugye, hát nyilvánvalóan Pucs János indulni fog a címért, azaz, hogy a pozícióért. Az is biztos, már tudjuk, hogy a DK támogatottja dr. Gedei József, de az elmúlt hetekben felmerül dr. Kertész Ottó neve, illetve Kovács Mihály a Momentum jelöltjeként is. Ő róluk mit tud, kit tart ellenfélnek, ki az, akit mindenképp szeretne, nem tudom, legyőzni, szóval, hogy igen. Mindenkit szeretnék legyőzni, de úgy gondolom, hogy ez a baloldali előválasztásos, nem is tudom minek nevezzem, cirkusz, tehát ez csak az embereknek szól. Tehát itt azért merjük kimondani, hogy itt bizony Gedei József fog indulni. Tehát nem Kertész Ottó, nem más, itt ő fog indulni. Természetesen ezt feldobták annak idején, hogy egy előválasztási valamit fognak összehozni, amin ők maguk sem tudnak megegyezni, hogy ezt majd hogy fogják kivitelezni, hogy ez majd egy internetes szavazás lesz, vagy ezt majd papír alapon kívánják. Tehát elképzelése nincs a baloldalnak, hogy mit is szeretne csinálni. Egy dologban van elképzelése, hogy kiket szeretne indítani. Gondolom figyeli az országos statisztikákat, illetve láttam is megosztva egyébként pont az IDEA intézet egyik ilyen elmúlt hónapról szóló közvélemény kutatását az oldalán, a közösségi oldalán. Ott azt írják, hogy a Mi Hazánk parlamenti bejutó küszöb környékén mozog.
De ön is leírta már korábban, vagy nyilatkozta, hogy ön viszont egy picit jobban teljesített, mint az országos átlag. Szóval mit gondol, hogy egyrészt a Mi Hazánk be tud-e jutni 22-ben a parlamentbe, illetve ön milyen, reálisan milyen, nem tudom, milyen arányt érhet el? A Mi Hazánk mozgalmat tudatosan alul mérik folyamatosan. Egyik politikai félnek sincs érdekében, hogy valós tényeket tárjon az emberek elé, hiszen hogyha ők azt mutatják, tehát hogyha a Fidesz készít egy felmérést, akkor a Fidesz áll jobban, hogyha a baloldal készít egy felmérést, akkor a baloldal áll jobban. Senkinek nem érdeke, hogy a valós tényeket az emberek elé tárja. Mindenki úgy gondolja, hogyha önmagát erősnek mutatja, akkor még többen állnak mellé. És visszatérek erre az alulmérésre, én úgy gondolom, hogy a Mi Hazánk mozgalom egy 7-8% között fog a választásokon elérni, ön? És ezzel be is fogunk jutni. És ön? Azért indultam el, hogy megnyerjem ezt a választást, hogy mi lesz belőle, nem tudok. Mindent megpróbálok megtenni annak érdekében, hogy azok az emberek, akik változást szeretnének a járságban, akik úgy gondolják, hogy le kell váltani a Fideszt, azok rám szavazzanak, hogy egy nemzeti érzelmű vonal legyen továbbvéve, ne pedig egy ilyen liberális, baloldali vonal menjen tovább. Milyen céljai, tervei vannak 22-ig, mert azért fel kell építeni egyfajta kampányt, nyilván lesznek kampányrendezvényei, nyilván igyekszik beszélni, találkozni az emberekkel, nyilván konkrét kérdésekre konkrét megoldásokat kell nyújtani ahhoz, hogy az ember egy választható alternatíva legyen. Szóval mi az elképzelése a következő nagyjából egy évben? Ugyanott tartunk, mint ahol az ellenfeleink, politikai ellenfeleink, mi is próbálunk csapatot építeni, komoly csapatot építeni. Arra törekszünk, hogy legyenek mellettem olyan szakpolitikusok, vagy legalábbis tanácsadók, akik az adott kérdésre olyan választ tudnak adni, ami megfelelő. Jó felkészülést kívánok erre a következő egy évre. Nem tudom, hogy szeptemberig, vagy hát majd az ellenzéki előválasztásig előrukkol-e még valamivel, de hát azért tavasszal itt nagy verseny lesz, az biztos, úgyhogy nyilván mi is fogjuk keresni a konkrét kérdésekre adott konkrét válaszok miatt. Köszönöm, hogy befáradt hozzá. Én köszönöm a lehetőséget. Nézőinek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a Nézőpont ezen a héten. Ezt az adásunkat, mint az összes többit megtalálják a Jánossági térségi televízió internetes platformjain. Kövessenek bennünket Facebookon, a YouTube-on, itt láthatnak is egy kis ábrát, érdemes beklikkelni a kis harangot, mert akkor e-mail értesítést kaphatnak videó feltöltéseinkről, de nézzék a jttv.hu hírportált is. Még egyszer mindenkinek jó pihenést, jó egészséget, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!